Az elmúlt 4 évben drámai mértékben romlott a nők helyzete, mondta Gurmai Zita, európai parlamenti képviselő. Többek között a módosítással az alaptörvényből kikerült az egyenlő munkáért, egyenlő bér elve. Ebben az alaptörvényben megmondják nekünk, hogy házasság csak nő és férfi között van, megmondják azt, hogy házasságban született a gyereked, mert ha nem, akkor abban a pillanatban a gyereked kevesebb juttatásban részesül. A társadalombiztosítás, mint olyan, kikerült abban a formában az alaptörvényben, mert az igazi védelmet jelentette volna. Pontosan tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak a rokkantak, az egyedülálló nők, az özvegyeket sorolhatnám. Meg kell nézni azt, hogy mit okozott a Matolcsi tündér világa, meg álom meséje az egykulcsos adóval. 90% az országnak rosszabbul, még 10%-a jobban. Volt 3 millió szegény ebben az országban, most van 4,5 millió, 500 ezeren élheznek. Többen hagyták el az országot, mint 1956-ban. És hogyha most megnézzük, hogy mi történt a nőknél, a gyednél, a kismama kirúgható, közbe behozták a gyerekstrát, amit persze mi hoztunk be, ők szüntettek meg, ők ugyanazt behozták, csak éppen a nők munkahelyi védelmét vették ki belőle. De hát ezt lehetne sorolni. Heringes Anita, a párthelyi országgyűlési képviselő jelöltje kiemelte, hogy minden területen nagyobb női képviseletet kívánnak elérni. A nőknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy gyermekvállalás mellett is nyugodtan dolgozhassanak. Ehhez óvoda és bölcsede fejlesztési program szükséges. A legfontosabb egy nő számára, hogy ha vissza tud menni dolgozni, és vissza is akar menni dolgozni, akkor nyugalomba tudja a gyermekét. Az viszont csak olyan helyen lehet, ahol nyugodt pedagógusok vannak, megbecsült pedagógusok vannak, kis csoportok vannak, van helye a gyermeknek, és tudja, hogy nyugodtan ott hagyhatja, mert nem lesz a kicsi lelke rossz annak a gyermeknek, nem lesz beteg, és ő is nyugodtan dolgozhat. Meg kell teremtenünk a munkatörvénykönyvbe újra azt a védettséget, hogy ha egy nő elmegy szülni, akkor utána nyugodtan nyugodt lehessen abban, hogy visszamehet dolgozni, mert ma nem lehet biztosabban, hogy visszaveszik. Hiszeg a kormányváltásban, a magyarok bölcsességében, emelte ki Gurmai Zita a január 17-én Budapesten elindított Nők a változásért mozgalom paksi rendezvényén.